Egy nap alatt sikerült elkaszálniuk, nem tudom, hogy miért és hogy és miért kell az ilyeneket cseszegetni, de egészségükre. Na, hát igen, itt is van, tegnap ez még X volt. Na. Hogy meg fogok kavarodni ettől. Azt hiszem az X az a négyzet. Na mindegy, majd lesz valahogy. Tudjátok, hogy van ez. Megnéztem egy-két dolgot, utána olvastam a játéknak. Néhány ponton, például a mana, meg az ilyenekkel kapcsolatban, szerintem ezzel a karakterrel nem lehet varázsolni. Csak az Invoker, meg a Orius papjai tudnak ebben a játékban, bár az nekem nem tiszta, hogy ha azt írták, hogy három mágiák van, ugye van a, hát az a Inferno, van a fény, meg van az Umbra, akkor az Umbra miben tartozik, mert ugye kettőre van skill pontod, Infernal meg Radiant. Úgyhogy... Megint beakadt. Fantasztikus.
Pain. Not so satisfying when you're on the receiving end. Now you will know darkness, brother. Jó, a kettes fel is. Kurva hagy! Az ütésem mellé ment, mert ő akkor már felfelé ugrott, úgyhogy rám esett. És miért rám csapott, amikor ő volt közelebb hozzá? Multiplayer előnye. Összebassza a bosszokat. Maybe some rogues. Mintha hiányozna az animációból egy rész. Ó, de hát. Mondanám a szokásosokat. Laggolt a játék, abban a kettő frame-ben pont ki tudtam volna dodge-olni. És amikor már alatt vagyok, úgy van. Úgy ám. Amikor eddig mindig pajzsa földre ütött egyszer. Oké, értem, miért nem. Megint megtalálta a szellemet. Hogy hol van Pieta? Nem kell megütnie. Jó. Biztos el tudtam volna dönteni, melyik képességét nyomja. Ja, aha, ja, ja, engem is ott van, az pihet az abszolba, te.
Ennyi, meghaltam. Ez egy geci, hát ez mi? Megütik, jó, akkor bocsánat, akkor plafonra világítok. Ad egy ilyen képességet neki az Umbrán, nem tudom, mert azon kívül, hogy bevörösödik a fej, nem tudom. Tehát, hogy... Jött. Yeah.
Ezek a kamera beállítások. Mi a fasz, lövi a falat? Igazából keresek egy helyet, de nem tudom, hogy hol van. Azzal a lifttel kéne lemenni oda, de a lift nem működik. Úgyhogy gondolom úgy van megcsinálva, hogy le kell menni először az aljára, és onnan tudod, utána tudsz feljönni.
Hello, ezredes, hello. Ez soha nekem rohadtul, amit kéne lennem.
kivégzése, hát sokkal jobb, tud újraütni. Hát megnézem, hogy merre kell menni, mert nincs kedvem keresgélni. Mondjuk úgy, hogy a guide az egy 8 perces videó, úgyhogy ezt nem tudom megoldani. Mi a kotta? Green? Hát... éppen a nem létező skilljeimet próbálja a játék kiaknázni, szépen szólva. Helyzet. Végre volt egy kis időd leülni. Az micsoda? Yeah.
Azt hittem még megüt. Csinó, igen, hello. Igen, a Discovery-re voltam kíváncsi, hogy az mi. Hogy lehet egy ilyen boss berakni szünet nélkül kettőt? Én nem is tudom. Ott volt, de nem mindegy. Akkor mikor dodzsoljak? Meg, hát hova hátráljak még el? Srácok, én nem tudom milyen az Elden Ring, meg a másik játékok, de jelenleg az a tendencia van, hogyha nem kapok agyvérzést vagy szívrohamot, amire befejezem ezt a játékot, akkor mostanában nem igazából lesz Souls-like játék a csatornán, az biztos. Ez PTSD-t fog okozni nekem, és ezt fogom folyamatosan emlégetni, hogy ez a játék milyen volt elsőre. És ha valaki szeretné azt tanácsolni, hogy esetleg farmoljak, akkor azt tanácsolom, hogy azt tudom mondani rá, hogy én úgy gondolom, hogy egy játék akkor dinamikus, ez, számomra ez egy kalandjáték, hát, nagy kaland igazából. Meggyógyított, miután meghaltam, úgyhogy vágj le, légy szíves gyorsan, mert negyed HP-t sem le, és már halott vagyok. Tehát, hogy egy kalandjátéknak az lenne a lényege, hogy nem úgy mutatja meg, hogy nem vagy azon a szinten, hogy bemész 8 órát harcolsz, és úgy jössz rá, hanem nem tudsz tovább menni, mert nincs meg a szinted. Itt ebben a játékban ugye nincsen szint. Akkor, ha nincs meg a statjaidnak az összege, nem éri el a 120-at, tök mindegy, hogy van szétosztva, akkor nem mehetsz be a bossra. Bármi. Vagy nem tudom, ha nem szerezted meg a nem tudom kinek a miének a hogyanját. Egyébként amit most kerestem az előbb, az a Runa Socketing volt a játékba. De mondom, megnéztem egy 6 perces videót, és nem fogok most leülni 6 perces videót végignézni, miközben ti itt várjátok, hogy játsszak. Úgyhogy mennyi köze volt eddig ahhoz, hogy Runa Socketing? Tehát ha az egész játékot eddig végigütöttem volna, akkor megtalálom, és kikövetkeztethetem, hogy van egy ilyen küldetés. Ez az egészben a legjobb, hogy még az sem, hogy azt mondja, hogy figyelj, hozzá nekem ezt, meg azt, meg azt. Hanem, hogy... Na, tök jó, megint hitbox-ra voltam.
És ugye ezt tudná erősíteni a cuccaimat, meg nem tudom, de az azt jelenti, hogy ők úgy gondolták, hogy te 100%-ra kijátszol a játékot előtte, és úgy mész csak tovább, mert ugye most már egy opcionális boss-t kihagytam, mert ugye nem volt meg hozzá a fegyverem, láthatóan a... De egyébként megesett, hogyha egy másik stílusú hasonló kalandjátékot a legnehezebb utáni fokozaton is többé-kevésbé szenvedés nélkül verek végig, akkor ezt nem értem, mert ez egy másik fajta játék. Én ennek ezt is bevállalom, tehát hogy félreértés ne essék. Ez a Souls-like, tehát hogy ez egy teljesen másik zsanra, csak hogy... akkor jöjj meg, létsz. Tehát, hogy valahol a játékosok, vagy a játék maga szabjon egy logikai határt abba, hogy mikor mehetsz be egy bosshoz. Mert ha nincs, akkor igazából a játékosra van bízva, hogy most elmegyek 80 órát farmolni a legkisebb mobokat, bejövök ide 200-as strength-tel, ütök neki kettőt, és összefekszik a boss. És akkor az egy... Azt én értem, hogy... Tehát értem, hogy az Elden Ringeseknek, meg a... mi az? A többi játék, ami ilyen stílus volt, azoknak akarnak görbetükröt mutatni, és azt mondják, hogy van még nehezebb, de ezek után én kíváncsi leszek, hogy miért lesz a következő, mert ezt ugye a jó ember mit csinálja, már itt kaptál eleget, a következő játék még jobb lesz. Hát, kíváncsian várom. Ja, és már elvileg jön a kieggje, vagy a DLC-je a játéknak, úgyhogy nem kicsit vagyok lemaradva. Lemaradva? Hát ki az, hogy nem vagyok lemaradva. Nem tudom, hogy ezt billentyű milyen élmény lehet amúgy játszani. Billentyű egérem. De hogy a boss halál akkor, vagy ott amikor meghalsz, akkor elveszted a boss targetet, aki mögé charge-ol, és a kontrolleren a középső gomb megnyomásával kamerát fixál, tehát hogy magad elé fordítja a kamerát. Úgyhogy igazából hátulról levág a boss, úgyhogy oda se tudsz fordulni, mert nem azt célzod. Úgyhogy, de ezt már láttátok párszor, és elmondtam is, el is mondtam már párszor, úgyhogy béke van. Van még 2 órám. Geci, nem mondd már, hogy ellősz a feje fölött egy ekkora célpontban, amikor egy kibaszott íjász vagy elvileg a sztori szerint. Yeah.
illetve lehetséges, hogy a túlságosan kényelmes játékok, vagy hogy is mondjam, el vagyok kényelmesedve a játékaimban. Én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy egy játék a játékon belül tartalmaz annyi információt, hogy végig tud vinni. És amikor azt akarod mondani, hogy te ki szeretnéd maxolni, akkor utána nézel a játéknak. De ebben a játékban sajnos nem így van. Gondolom ez egyébként más szavazmákban sem így van, tehát hogy ez nem ennek a... az egyedisége. Tehát a különböző státuszok a... miért úgy van, ahogy, ez... még csak tutorial szinten sincsen, szerintem. Mármint, hogy az elején volt valami így a státuszokról, hogy na, egyébként várható ilyen, meg ilyen, meg ilyen, amúgy meg dögölj meg. Csöves halandó, majd megtanulod a bőrödön. Mikor lehet ezt támadni, ezt a boss, mert egyébként ott a pajzsa. Váltsd le a bossról! Azaz! I'm target! Mint a hasba szúrod, ő már nincs ott! Ő már nincs ott! Kibaszott csimpánzok! Meg arany halak meg! Hát bassz meg! Egyébként, hogyha az a cél, akkor csinálj ennek egy olyan boss-t, ami annyit csinál, hogy a csata elején megvakít, nem lát semmit a játékból, és vásatol bármikor hozzá tud érni. Két képessége van, az egyik az, hogy mögé teleportálsz, megszúr és meghalsz, a másik pedig az, hogy hátra teleportál és az egész termet felrobbantja. Tehát, hogyha ilyen ultimate bossokat akarnak gyártani, tudok adni pár ötletet. Vagy csináljanak egy ilyen medúza boss-t, rád néz, meghaltál. Mert ha ránézel, amikor éppen kasztol, akkor meghalsz. És, ja, és egyébként három feje van, és mindig másik fejével vakít meg, vagy változtat kővét. Thank you.
ez még csak a phase 1. Mondtál a fél életem, vagy pedig is hiányzom, csak nem tudják el. Jó, akkor jó. Szerintetek 12 táskán élő szarul meg lehet ölni? Két szó, nem fáj. Mit tudunk még javítani ezen? Tehát a 15-ös Radiance-em lenne, tudnék varázsolni, ezt akarja mondani? Spell Power. Tehát nincs manám. Jaj, megjelent a manabár! Tehát azt akarja mondani nekem a játék, hogy nincs manád, csak ha varázsló cuccot veszel a kezedbe. You serve a higher purpose, Crusader. Ennek van spell power-je. To strive in darkness. Tehát most azt akarja mondani, hogy az eleje óta tudtam volna varázsolni. You serve a higher purpose, Crusader. To strive in darkness, in light we walk.
Éhes lett a karakter? Vagy mi volt ez a varázslat? Mana töltés, vagy valami? Semmi? Értem. Chosen bearer of the lamp, like you I serve. Ja, ez meg kell Inferno is. Akkor ez lesz az, amivel tudok varázsolni, hogyha van. Ez konkrétan pont az, ami kell egyébként a boss ellen. Mert Wither ugye az, amikor a páncélodat üti, a Fire ugye a második felé, ez a Holy meg az elsőhöz. Meg manát töltő. Hát akkor ez mind a kettő kell. Is. Előrébb kerültem, bár a nullás szintű, 8-as szintű Radiant, ami 14-es Radiant, szóval az mégis 6 szinten fölötte van. Várjál, itt nem lehet venni. Hol tűnt innen a csávó? Ácsi. Lehet, hogy az Umbrában nincs ott. Kardja... az nincs meg. Ezt itt lehet megvenni a semmivel, de úgy látom a csávó eltűnt, úgyhogy visszaléphetek az Umbrára. Ezt itt lehet megvenni, nem is tudom mennyibe kerül, meg hogy van. Meg a Pieta kardja a szentség, ezért van a Radiance-szal sebezés, tehát a Radiance-os ellenfelet nem hiszem, hogy... De úgy láttam, hogy ezt a tűz sebzi a legjobban talán. Itt van a Pietának a... itt a kardja. De 25-ös Radiance kell hozzá, tehát hogy... Az a baj, hogy a mana viszont, ha nem lehet tölteni csak kővel, akkor sokkal kevesebb van, mint nyilvesszön, mert ugye nem tudom pontosan mennyi van, mert ugye ilyen mana kavicsokat eladtam egy csomót, mert úgy tudtam, hogy nem tudok varázsolni. Ezek az a lényeg, hogy megéri tenni erre is, ezt visszacserélem, mert sajnos ennyi manával nem rúg labdába. Igen, az 25-ös vagy 30-as... mi az? Aj, nem jó, ez nem szom gondolálj. Yeah.
nyilván. Próbáltam. Kispajtások, hát figyeljetek, én szerintem utána nézek ennek a dolognak, hogy ezt hogy lehet okosan ügyesen csinálni, mert hogy ez olyan, a második bosshoz az még messze van, úgy érzem, hogy tehát eddig a negyed életerénél többet nem tudtam leverni belőle, úgyhogy volt nálam 6 Sanguinic Trix ilyen szar, meg nem haltam meg előtte, mert volt ugye olyan próbálkozás, és akkor úgy mentem el oda. Biztosan ott vannak valamilyen ilyen mi az ilyen támadó felületek, amikor meg lehet támadni a bosst, amit nem értek. Lehet, hogy nem ezzel a karddal kéne mennem, mert hogy lehet, hogy a lovagot tök gyorsan le tudom vágni, viszont lehet, hogy a második fázisra meg sokkal jobb lenne, ha lenne két gyors fegyverem, és akkor megkombózom, azt elfutok. Vagy nem tudom, hogy mit gondoltak a kegyes nagyurak, akik kitalálták ezt a bosst. Remélem, hogy tetszett attól függetlenül, hogy végigrinyáltam az egészet, ha nem, akkor szóljatok következőnek rám, aztán akkor hamarabb kilövöm, mert nyilván nem rinyált hallgatni jöttök, hanem élvezni a játékot. Úgyhogy
szóljatok bátran máskor, hogyha elgurulna a gyógyszer. Na, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki erre járt. Most letesszük ezt a játékot. Hétfőn megpróbálom újra. Ha a hétfőn nem látok semmi előrelépést ehhez képest, akkor valószínűleg az összes további Lords of the Fallen-t le fogom húzni. Tehát sajnos nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy 6-8-10 órán keresztül ugyanazt a bosst üssem. Ez benne van az én programtervemben. Úgyhogy ez fogalmazódott meg bennem, hogyha semmiféle előrelépés nincs, akkor hátralépés lesz. Kedves néző, bár a zárószó elég keserűre sikeredett, egy napnyi utánolvasás után teljesen más érzéssel ültem le a következő alkalommal játszani. Újra terveztem egy csomó mindent, elmentem inkább másfelé kalandozni, és ha még nem adtad fel, megláthatod, hogy egy nem kicsit megérte a dolog. Ezek után végre megindult az általa második fázisnak nevezett játékmenet. Ha még ezt hallod, köszönöm, hogy még nem adtad fel. Hamarosan jön a folytatás, addig is további jó szórakozást kívánok!